Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, Mizós november 10-én. Már tegnap említettem azt, hogy a közeljövőben a szerelmi dolgokról fogok beszélni, mi a kapcsolat a nők és férfiak között, milyen hatás van a csillagoktól, a holdtól, esetleg a naptól, és ez a fő téma. Mars és Vénusz bolygó még mindig szemben áll. Ez azt jelenti, itt tükröződik valami, és bele kell nézni ebbe a tükörbe. Természetesen párkapcsolatról van szó. Mivel ez a szemben álló helyzet olyan, mint egy mérleg, mérlegelni kell a dolgokat, és középen találkozni. Ne túl sokat, ne túl keveset. Kell a belső egyensúly is. Mars bolygó még visszatekintő november 15-éig, utána előre halad, az azt jelenti, előre haladnak az események. Ez a visszatekintés utalhat a múltra, emlékek, vagy valaki gondol rátok. Mars bolygó nem csak a férfias energiát jelenti és utal a férfiakra, hanem mutatja az erőnket. Hova fektessük be az erőnket? Mars bolygó az indiai számítás szerint a halak jegyében van. A halak jegye az a víz eleméhez tartozik, és utal az érzelmekre. Mivel Mars bolygó visszahúzódó, legyünk visszahúzódóak, tartsuk meg a belső nyugalmunkat, itt van ez a belső erő. Ha megpróbálunk valamit előre indítani, vagy eltúlozunk valamit, az ahhoz vezet, hogy erőtlenek leszünk és fáradtak. Ez kihat ránk, hölgyekre is. A férfiaknak szükségük van a nyugalomra, és megvannak az álmaik, a vágyaik, és a reményeik. A hold mai mozgása besugározza Mars bolygót, kihat a férfiakra, kihat az érzelmeikre, a hold és Mars bolygó között van egy úgynevezett kvinkunksz kapcsolat, és ez kihat a férfiak érzelmeire, ők bizonytalanok. Tegyem, vagy ne tegyem, igen, vagy nem, nem tudnak döntéseket hozni. Vénusz bolygó az a szűz jegyében van az indiai számítás szerint. Mi, hölgyek, érezzük a föld elemét, a természetet, a biztonság érzetét, de ez azt is jelenti, hogy kell az anyagiakat rendezni, hogy minden rendben legyen most körülöttünk. A szűz jegyének van gyógyító hatása is. A mai napon a hold a Purvapalguna holdházban található, ez utal egy látogatásra, külföldi kapcsolatokra, de azt is jelenti, hogy befejezünk valamit, vagy lezárunk valamit, vagy elérünk valamit. Ez látható számunkra, elérjük a céljainkat. A hold nem csak a férfiakra hat, hanem ránk hölgyekre is, de mi ezt másképp éljük át. Számunkra ez kellemes, megvan egy közeledés,
nem csak a párkapcsolat területére hat ez ki, hanem barátságokra, családi kapcsolatokra, és kapunk segítséget a közelünkből. Azok lehetnek szomszédok is. És ez volt a mai felvételem, Mizó is november 10-én. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!